Több mint 100 jármű vonult végig a település utcáin. A gazdák büszkén mutatták be erőgépeiket. Egyebek mellett gyorsulási versenyben, súlyhúzásban, eszközkapcsolásban mérhették össze ügyességüket, valamint a legerősebb traktort is kiválasztották. 10. alkalommal veszek részt a traktorfesztiválon. Minden évben benevezek eszközkapcsolásra, vagy ami olyan nekem alkalmas. Az egytengelyű pótkocsi tolatására is benevezek. Tulajdonképpen ott nincs nagy esélyem, mert ez lassan mi hátra, de a versenykedvéért mégiscsak benevezek. Ez 42-es Zetor, 42 lóerős, 1957-ben adták ki. Mit kell tudni erről az erőgépről? A Dudály is nagyon jó volt, hallottuk. Az az igazság, hogy Dudály is biztos minden további nélkül jó, hanem hogy megbízható, lehet rá számítani, és jó. Ha eső lesz, akkor minden lesz. Nagyon sajnálatos dolog, hogy nem igazán akar esni az eső. Most, hogy a termések hogy fognak alakulni, ezt nem tudjuk. Pósa Zoltán több fesztivált is megnyert már. Zoltánt apja tanította. Az ő családjukban a traktoros szakma apáról fiúra száll. Most a terve az, hogy az 50. trófeát is megszerezze. Azt hiszem 2008-ban volt az első rendezvény, és előtte 2007-ben vásároltunk egy Store 402-es típusú traktort, amit ízéporrá felújítottunk, újjáfestettük. Azzal a traktorral nyertem el a legelső helyezésemet, ami azt foglalta magába, hogy a legkarbantartottabb traktor. És ezzel kezdődött az egész versenyzési kedv. Utána már ővele kezdtem versenyezni. Ez milyen gép? Egy Belarus 82-es típusú MTZ, és amit apukám újonnan vásárolt. Több ezren voltak kíváncsiak a versenyszámokra is, amelyeket valamennyi gazda sikeresen teljesített.